És átadnám a szót a nagyon nehéz tisztet viselő műsorvezetőnek, Bárdos Andrásnak. Jó, kívánok. Jó estét kívánok! Először is elmondom a vita szabályait, a szabályokat, melyekben megegyezett az egyetem és a két párt. A teljes vita időtartama maximum 100 perc, ezt nagyjából mostantól mérem. Orbán Viktor kezdi majd, és Medgyessy Péter fejezi be a vitát a megállapodás szerint. Négy témakör köré csoportosítva teszem majd fel a kérdéseket, elmondom ezt a négy témakört. Az elmúlt kormányzati ciklus értékelése, a következő kormányzati ciklus időszakának legfontosabb feladatai, az Európai Uniós csatlakozás problematikája, a 2002-es, ez már a negyedik választás tétje, és persze a kampány minősítése. Miután megbeszéltük ezt a négy dolgot, remélem, hogy végére érünk majd, kerül sor a zárszókra, 3-3 perc, Orbán Viktor kezdi majd, és Medgyessy Péter fejezi be. Ahogy az imént mondtam, óra nincs. Ha az egyensúly felborul, akkor nem lehetőségem, hanem kötelességem helyreállítani. Nagyjából ennyit a szabályokról. És akkor, miniszterelnök úr, ön kezdi. Ugye az első témakör, amelyről beszélnünk kell, az elmúlt négy év, az elmúlt kormányzati ciklus értékelése. Az ön véleménye szerint az elmúlt négy év mit hozott Magyarországnak? Én is jó estét kívánok a tisztelt közönségnek is, és a nézőknek is. Köszönöm, hogy Medgyessy Péter úr eljött ide ma este, örülök, hogy együtt lehetünk itt. Nehéz feladat összefoglalni néhány mondatban négy év munkáját. Talán nem is az én tisztem. Majd a választópolgárok vasárnap véleményt fognak mondani erről a négy évről. Ami a kormány szándékait illeti, én erről tudok beszámolni önöknek. A kormány szándéka az volt, hogy az legyen fontos Magyarországban a közéletben is, és az legyen fontos a kormány számára, az álljon a kormányzati munka középpontjába, ami az emberek számára is fontos. Ezek nem olyan nagyon bonyolult dolgok, az emberek leginkább családot, otthont és munkalehetőséget szeretnének a maguk számára. Az élet persze ennél színesebb és több kérdésből áll, de mi igyekeztünk erre a három területre összpontosítani. Családtámogatási rendszert építettünk föl, 1998-ban ilyen nem volt Magyarországon. 236 ezer új munkahelyet hoztunk létre. Örülök annak, hogy a létrejött munkahelyek azok nagyjából arányosan oszlanak el az ország keleti, kevésbé fejlett és nyugati része között. És kidolgoztunk egy otthonteremtési programot, amely talán a legbonyolultabb és a legnehezebb volt, mert egyszerre kellett két irányban haladnunk. Lakáskamat, hiteleket kellett csökkenteni, hogy akinek van önereje és önbizalma, az ezen az úton boldoguljon, illetve szakítani kellett azzal a régi hagyománnyal, hogy a 90-es években gyakorlatilag Magyarországon bérlakások nem épültek, és ki kellett találni valamit, hogy ez most mégis megtörténjen. A Széchenyi tervet találtuk ki. A mögöttünk hagyott négy évnek talán ezt tartom a legfontosabb alkotásának, és egyúttal szimbólumának is. Úgy érzem, hogy először sikerült Magyarországon megértetni, elmagyaráznunk, megéreztetnünk egymással, hogy lehetséges olyan tervet kialakítani a jövőre, amelyben összetalálkoznak az emberek személyes tervei és elgondolásai, meg az ország megerősítésének nagy fejlesztési terve. A Széchenyi terve erről szól, többek között az otthonteremtés miatt is. Nos, hát én úgy gondolom, hogy 98 után sikerült Magyarországot abba az irányba elindítani, amilyen irányba az emberek a saját életüket is szeretik elindítani, irányítani, amilyen irányba a lépéseiket szeretnék megtenni. Röviden talán kezdetnek. Medgyessy Péter úr, a szocialisták miniszterelnök jelöltje. Ugyanaz a kérdésem, mit hozott Magyarországnak az elmúlt négy év? Kezdi sokkolom, jó napot kívánok mindenkinek, jó napot miniszterelnök úr. Mielőtt erre elmondanám a véleményemet, hadd mondjak el egy kis háttér magyarázatot azért, hogy miért is jöttem el. Hiszen tényleg sokáig gondolkoztam ezen, meg kell mondjam, nem szeretem a diktátumokat. Nem természetem. És mégis úgy gondoltam, hogy nincs jogom megfosztani a
lakosságot, az embereket attól, hogy megismerjék az alternatívát. És úgy hiszem, hogy felnőtt emberek a hiúságukon túl tudják tenni magukat egy ilyen helyzetben, ezért vállaltam. De el kell mondjam, és nem hízelegni akarok, miniszterelnök úr, hogy sokan óvtak ettől a vitától, és azt mondták, hogy Orbán Viktor egy kiváló vitázó, jó előadó, kiváló szónok, vajon jó-e az, hogyha én ide elmegyek? Érzem, hogy a sajt csúszik ki a számból. Még azért egy kicsit tessék várni. Mielőtt még teljesen kicsúszott volna a sajt, azért folytatnám tovább, és végül is ugye én azt gondoltam, hogy talán nem baj az, hogyha meglátjuk azt, hogy az emberek mit tartanak többre. Többre tartják-e a szónoki képességeket, és egyfajta színészi adottságot, és ez nem sértés, nem sértésképpen mondom, miniszterelnök úr. Többre tartják-e vajon egy szívből jövő, őszinte beszédnél, amelyik időnként esetleg akadozik? Ez a próbája. Ha megengedi, akkor... Bocsánat, nem akarok közbeszólni, nem akar rá válaszolni? Mert tehát végül is másról volt szó. Inkább csak egy kérdésem volna, hogy ezek után nekem szabad-e szívből beszélnem? Ez egyetlen. Tessék, miniszterelnök úr, ha tud, szabad? Köszönöm szépen. És a kérdésre hadd kezdjem rögtön azt, ami nekem tetszett az elmúlt 4 évben. Lehet, hogy ez meglepő, de én úgy gondolom, hogy egy normális országban 4 évenként nem kezdődik újra az élet. És ebből következően én nem tagadom, hogy voltak olyanok, amik nekem tetszettek, és tovább is akarom csinálni, amennyiben a választók bizalmát megkapjuk. Nos, az egyik a fiataloknak a lakáshitel kedvezménye. Ez egy jó dolog, mi tovább fogjuk csinálni, és amit még szeretnénk, az az, hogy egy szélesebb kör számára tudjuk biztosítani azt, hogy hozzá tudjanak jutni lakáshoz. Mert ez egy nagyon jó dolog, de azért ez egy viszonylag szűk körnek oldotta meg a kérdését, a problémáját. A mezőgazdaságban a családi gazdaságok támogatását fenn fogjuk tartani, azt gondolom, hogy kitűnő kezdeményezés, szélesíteni kell. Tehát meg fogjuk tartani, kell ilyen támogatási rendszer, ez az én számításaim szerint 3-4 ezer család gondját, lehet, hogy 5 ezerét is megoldja. Mi meg úgy gondoljuk, hogy ennél több embernek a problémáját kellene megoldani. Szeretnénk ezért kiterjeszteni az egyéni vállalkozásokra, mezőgazdasági vállalkozásokra, ami körülbelül egy olyan 40 ezer ember. Szeretnénk folytatni a mezőgazdasági üzletrész kifizetéseket. Szeretném mondani, hogy mert hallottam ilyen híreszteléseket, hogy majd ha a szocialisták jönnek, akkor majd nem lesz ilyen, nem fizetik ki. Szeretném mondani, ki fogjuk fizetni. És a tandíj hitelt is, mint konstrukciót helyesnek tartom, megtarthatónak tartom, a visszafizethetőségét szeretnénk javítani. Tehát, hogy legyen meg az embereknek, a fiataloknak az az esélye, hogy valóban vissza tudja fizetni. És miniszterelnök úr, tetszett a Nemzeti Színház is. Persze nem tagadom, hogy volt olyan, ami nem tetszett. És valójában erről szól ez a választás. Én nekem egyszerű szavakkal szólva olyan érzésem van, hogy a kormány valójában a szegény emberekről megfeledkezett. Ez kitapintható a családtámogatási rendszernél is, amiről említést tett. Kitapintható nagyon sok esetben
Az alacsony nyugdíjaknál, hiszen látjuk, hogy alacsony nyugdíjak vannak, és nagyon sok az alacsony nyugdíjas, a rokkant nyugdíjasoknál. Megfeledkezett a szegény családokról abból a szempontból, hogy nem javította az esélyeit azoknak a gyerekeknek, akik egyébként semmivel nem érnek kevesebbet, mint azok a társaik, akik mondjuk jobb módban élhetnek. Nem javította a mezőgazdaságból élőknek a helyzetét, sőt romlott. Sajnos az egészségügy az elmúlt 4 évben tovább rontotta a helyzetét. Nem önök tették tönkre az egészségügyet, de semmit nem tettek azért, hogy ez valójában helyre álljon ez a nagyon rossz állapot. És hát nem tagadhatom, azt látom, hogy a kétkezi munkás embereknek a helyzete nem javult semmit sem. Úgyhogy én nekem tehát inkább olyan bajaim vannak, hogy ez a gazdasági fejlődés több lehetőséget adott volna. És én őszintén szóval nem értem, hogy hol a pénz. Hát akkor keressük meg, beszéljünk róla. Nyolc témát említett az elnök úr. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a családtámogatással. Úgy gondolja el, miniszterelnök úr, hogy Boruzsát nem akarom átvenni a szerepét a vitavezetőnek. Igazán az a dilemám, igazán az a kérdése, hogy úgy érzi-e, hogy sikerült megoldani a családtámogatási rendszerrel azt, amit szerettek volna? Határozzuk meg akkor a célt, amit, ahogy ön fogalmazott, szerettünk volna elérni. Fogalmazzuk meg a problémát, amit, ahogy ön fogalmazott, meg kellene oldani a családtámogatási rendszerrel. Azt hiszem, hogy itt két probléma van. Mindegyik más világban jelentkezik, de érdemes talán mind a kettőt számba venni. 1998-ban, amikor a polgári kormány megalakult, akkor Magyarországon az erről szóló tanulmányok szerint az volt a helyzet, hogy a fiatalok azok szerettek volna gyermekeket. Általában és átlagosan azt mondhatjuk, hogy mindannyian legalább egy gyermekkel többet szerettek volna, mint amennyit aztán végül is vállaltak. Ez azt mutatta, hogy ha kitalálunk valamit, ha tudunk segítséget nyújtani, ha tudunk együttműködni velük, hogy nagyobb reményekkel forduljanak a családalapítás felé, akkor talán több gyermek nevelésért vállalkoznak. A másik dimenziója ennek a problémának az volt, hogy Magyarország egy meglehetősen súlyos demográfiai válságtól szenved, idősödik a társadalom. Reméljük, hogy az idősebbek egyre hosszabb és hosszabb életet élhetnek meg, de ehhez az is kellene, hogy egyre több és több gyermek szülessen, hogy az a szép, erkölcsileg helyes és gazdasági szempontból eredményes korösszetétele Magyarországnak, amelyre mindannyian várunk, megszülessen. Hát mi azt találtuk ki, hogy mindenkinek megpróbálunk nyújtani valamit, ami segít neki. Először is visszaállítottuk az alanyi jogon járó családi pótlékot. Bizonyára emlékszik arra, hogy ezt önök szüntették meg 1998 előtt. Utána azt gondoltuk, hogy alanyi jogon kellene, hogy járjon ismét a gyes. Ezt is önök szüntették meg 98 előtt, sikerült visszaállítani. Utána az önök által megszüntetett gyedet is sikerült visszaállítanunk. Most már annak a havi értéke, mint egy 80 000 forint, mármint a felső határa. És azt gondoltuk, hogy kellene valamit tenni azokkal, azok érdekében, valamit nyújtani az olyan családoknak, ahol dolgoznak is, és a munka mellett gyermeket is vállalnak. Talán ez az egyik legfontosabb, legígéretesebb összetevője a magyar társadalomnak. Dolgoznak és gyermeket nevelnek. Itt gondoltuk ki a gyermekek után járó adókedvezményt. Ennek az összege ma elég jelentősnek mondható, ez korábban nem volt. Egy gyermek után majd 500 000 forint, 2 gyermek után 601 néhány ezer forint,
és 3 gyermek után pedig már 1 millió forint fölött van az adómentesség. Mindig volt egy vita arról, hogy vajon mennyien tudják majd igénybe venni ezt. Azt tudom mondani, hogy az emberek, családok 77%-a teljes egészében igénybe veszi, és akik részben is igénybe tudják venni, az 2000-ben már 80% fölött volt, 83-84% volt. És persze kellett gondolnunk azokra, akiknek vagy nincs munkájuk, mert betegek, vagy mert nem akarnak dolgozni, de attól még a gyermekükkel törődni kell. És ott megalkottuk, igaz, egy jó éves vita után a kiegészítő családi pótlékot, korábbi ellátásokat próbáltunk összevonni, egységbe gyúrni, és az összegét megemelni, ebből lett a kiegészítő családi pótlék. Tehát egy rendszert építettünk föl. Azoknak, akik dolgoznak, ott a munkán keresztül próbálunk segíteni, akik rászorultak, azoknak megpróbálunk segélyformájában nyújtani lehetőséget. A két dolog között nagy különbség van, én fontosnak tartom, hogy a munkát és a gyermeknevelés egységét és értékét sikerüljön egyesítenünk. Ugyanis aki adókedvezményt kap, az valójában nem valami fajta szociális segélyben részesül. Ő azért a pénzért megdolgozott. Az állam csak annyit mond, hogy miután gyermeket nevel, ami értékes dolog, szeretnénk, ha a munkájának nagyobb része, a munkája eredményének nagyobb része maradna nála. Ezzel szemben a segély ugye olyasmi, amit adóformájában gyűjtünk be az aktívaktól, és adunk oda másoknak. Tehát a két dolgot nem szabad összekeverni, szükség van egyikre is, és szükség van másikra is. De fontos volt még egy harmadik dolog, amit kiépítettünk, ez pedig az, hogy a családi pótlék, ha a gyermek már iskoláskorú, nem jár alanyi jogon. Pontosabban mindenkinek joga van hozzá, de egy feltételt teljesíteni kell a szülőknek. El kell küldeniük a gyermeket iskolába. Ha a gyermek nem jár iskolába, akkor a szülők nem kaphatják meg a családi pótlékot. Nos, lényegében ezek azok az mondjuk mélyebb megfontolások. Társadalom lélektani, 10-15 évre szóló stratégiai elgondolások, amelyek az egész rendszer mögött állnak. Én elfogadom, hogy a rendszeren még változtatni kell, emelni kell a gyermekek után járó adókedvezményt. Szerintem 2006-ig meg lehet és meg is kell duplázni a kiegészítő családi pótlékot, amely szociális alapon jár, és fönn kell tartani továbbra is azt, hogyha a gyermek iskoláskorú, akkor csak akkor kaphatnak a szülők családi pótlékot, ha valóban iskolába járatják is, el is küldik a gyermeket. Hát ennyire futott a 4 esztendő alatt. Kérem, azt méltányolja az elnök úr, hogy 98-ban mindaz, amiről most beszéltem, tehát amikor megalakult a polgári kormány, az nem volt. Ezt úgy kellett létrehoznunk. Előbb már majdnem rosszul tapsoltak, beletapsoltak a közepén. Nem vették észre, hogy még nem kell tapsolni. Igen, de ők a szocialisták által delegáltak voltak. Ja, azért volt olyan gyér a taps. Miniszterelnök úr, én, amit elmondott, értem. És nem is becsülöm le. Én csak azt gondolom, ne legyen rossz néven, én nagyon sokáig tanítottam a pénzügyi számíteli főiskolán, meg itt a közgazdasági egyetemen is tartottam előadásokat és szemináriumokat. És sokszor volt, hogy a hallgatóim jöttek, és azt mondták, de hát tanár úr, én fölkészültem, és azt kellett mondjam, hogy ez nagyon jó dolog, de hát sajnos a tények nem azt mutatják, hogy tudja. Valójában a gondom a következő. Nem az igazán a mércéje, hogy mit akartak, mert a szándékkal nekem nincsen semmi bajom, hanem a mérce az, hogy mi történt. És hadd mondjak két példát, ami azt mutatja, hogy nem volt sikeres az, amit csináltak. Az egyik az, hogy ugye ön beszélt nagyon szépen arról, hogy a születések száma az, ami igazán mércéje annak, hogy mi történik, és hát az egészet azért csinálták, hogy legyen megfelelő növekedése a magyar népességnek, aminek mi nagyon örülünk. Ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy 95-96-ban
A születések száma 105-110 ezer volt. 2001-ben 97 ezer. Lehetséges, hogy mást akartak, de a tények nem ezt mutatják. Tehát valószínűleg valami nem jól működik. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy én értem, hogy önök szeretnék segíteni azokat a családokat, ahol van jövedelem, szorgalmas munkával, dolgoznak a szülők, és vállalnak több gyermeket. Ez nagyon szép. De nem tudom, hogy azon elgondolkodtak-e, hogy a gyerek, aki megszületett, az nem választhatott. Ő nem tudja, hogy hova születik. Ő nem tehet arról, hogy a szüleinek mennyi a jövedelme. És az ő helyzete ilyen szempontból bizony eléggé meghatározott ezáltal a családi támogatási rendszer által. Én csak a példa kedvéért kigyűjtettem azt, hogy hogyan néznek ki ezek a támogatások három gyermek esetén. Az egy mondjuk jó modell. Most ebből az derül ki, hogy az a család, ahol három gyermek van és a minimálbéren van a jövedelem, ott 6000 forintot kap támogatásként gyerek. Mondjuk egy 100 000 forintos jövedelem mellett, mondjuk tegyük fel, hogy egy pedagógus keres. Nem biztos, hogy keres annyit, de mondjuk hátha. Ott 20 000 forint a támogatás, és mondjuk egy olyan szerencsés család esetében, ahol 250 000 forint a jövedelem, ott pedig a támogatás 81 000 forint. Én nekem nem fáj az, hogy aki jómódú, az sok támogatást kap, de az fáj, hogy akinek olyan pehje van, hogy olyan családba született, ahol nincs jövedelem, őt miért kell büntetni? Említette, hogy mennyi adókedvezményt tud igénybe venni az, aki minimálbért keres. Ön is tudja, hogy ha az a minimálbér maradt volna, ami 1990-ben volt, 1998-ban volt, akkor valószínűleg még ennyit sem tudna, hiszen akkor 19.500 volt, most pedig már 50 000 forint. De a lényeg az mégiscsak az, én elnézését kérem, ha megismétlem. Nem kiigazítani akarom, hanem csak világossá tenni a kormányzati döntések mögötti indokokat. Aki adókedvezményt tud igénybe venni, az nem támogatást kap, még egyszer mondom. Megdolgozott érte. És az állam azt mondja, hogy ha megdolgozott érte és közben gyermeket nevel, kevesebb adót vonunk el. Aki segélyt kap, az mástól elvont pénzt kap meg, azért, mert társadalmilag úgy igazságos, hasznos vagy helyes. Ez nagy különbség. A két dolgot nem szabad összekeverni. Ezért, amiről ön beszél szerintem, hogy vannak olyan gyermekek, akik olyan családba születtek, akik ezt nem tudják igénybe venni, azoknak a kiegészítő családi pótlékot kell emelni, és önnek, ha ebbe az irányba érvelne, akkor egyet tudnánk érteni, igaza volna, ha azt mondaná, hogy azt emelni kell. Szerintem is, azt legalább a kétszeresére kellene emelnünk a következő időszakban. Ráadásul ennek van egy előnye is, hogyha ezt tennénk én. Mégiscsak javaslom önnek, hogy ezt fontolja meg. Hogy a kiegészítő családi pótlék az olyan, hogy az önkormányzatok állapítják meg, hogy ki kapja. Márpedig tudja, Budapestről nem csak a pénzügyminisztériumból, de a parlamentből is nehéz megmondani, hogy melyik család az, amely valóban rászoruló, és ki nem. Ezért így, ha bevonjuk az önkormányzatokat, úgy éreztük legalábbis mi az elmúlt 4 évben, hogy biztosabban, célzottabban tudjuk eljuttatni a családokhoz valóban azokra a helyekre a támogatásokat, ahova akartuk. De az támogatás. Az adókedvezményért, még egyszer mondom, megdolgoztak az emberek, és szerintem ezt támogatni kell. Nem akarom önbe folytani a szót, de az van a javaslatom, hogy lépjünk
túl a családtámogatáson, de hát, hogyha feltétlenül szükséges. Hát még várjuk meg, amíg én mondok valamit, és utána lépjük. Ja, hogy akkor én. Nagyon rövid leszek. Valójában egy gondom van, hogy nem válaszolt a kérdésemre. De ez félreteszem, mert nyilván azért nem válaszolt, mert talán nincs rá válasz. Melyik kérdésre gondol? Azt kérdeztem, hogy miért kell büntetni azt a gyereket, aki vétlen, nem tehet róla, hogy a szülei sokat keresnek, vagy keveset keresnek, az ő helyzete miért kell rosszabb legyen annál, aki valójában kap nagyobb támogatást? A büntetés azt jelenti, hogy valakitől elvesznek valamit. Magyarországon minden gyermek kap támogatást. Arról beszélünk, hogy ki, mennyit és milyen logika mentén. Senkit sem büntetünk. Mindenki kap valamit. A büntetés, elnök úr, azt jelenti, hogy elvonok tőle valamit, elveszek tőle. Itt pedig arról vitatkozunk, hogy munka után vagy a segély elv alapján kell támogatást juttatni. Nem büntetünk mi senkit. Jó, hát ezek tényleg különbségek. Szóval ön szerint rendben van, így a dolog. Szeretném, hogyha 2006-ig a családi adókedvezmény mértékét egy gyermek után 1 millió forintig, két gyermek után 2 millió és három gyermek után 3 millió forintig lehetne emelni, és szeretném azt is, szerintem itt már, minthogyha találkoznánk, hogy a kiegészítő családi pótlék összegét kétszeresére növeljük meg, aminek még az az előnye is van az elnök úrnak, ezt bár bizonyára tudja, hogy ha az önkormányzatokat miután bevontuk, ez egyébként adható természetben is, nem csak pénzügyi támogatás formájában is, tudja, vannak olyan helyzetek, amikor talán ez jobb megoldás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy minden siker az belépő egy újabb problémához. Csak tudja, vannak jó problémák, meg vannak rossz problémák. Ha például valaki kiegészítő családi pótlékot nem kap, mert nem létezett mondjuk 98-ig, az egy rossz probléma. Ha kap, csak meg kell kétszerezni, az egy jó probléma. Ez a dolog lényeg. Valaki mindig utoljára fog beszélni, de ezzel nem tud változni. Én megígérem, hogy családtámogatás ügyben bármit is mond az elnök úr, most nem fogok családtámogatást. Mond? Ezt kihasználom. Köszönöm szépen, akkor most egy olyan negyedórás beszédet fog tartani a családtámogatásról. Nem, tényleg nem élek vissza vele. Csupán annyit szeretnék mondani. Úgy érzem, hogy amit ön elmondott, az nem ad választ arra a kérdésre, amit én föltettem. És még egyszer... És végképp nem ad meg választ arra, hogy a családi pótlékot miért nem emelték 4 éve. Erre végképp nem ad választ. A vita 100 perc, amit ez alatt el tudnak mondani, azt elmondják, amit nem tudnak elmondani, azt nem mondják el. Viszont úgy érzem, hogy nagy baj lenne, ha nem tudnánk meg, hogy mi a különbség az önök véleménye között, ami a magyar egészségügy jelenlegi állapotát illeti. Ha az előbb jól értettem az elnök úr szavait, akkor legalább 50%-os egyetértésben vagyunk. Én is azt mondta az elnök, hogy nem mi tettük tönkre az egészségügyet. Ez már valami, innen már el tudunk indulni. Én nem állítom azt sem, hogy önök tették tönkre az egészségügyet. Bár ez egy kicsit nehezebb kérdés. Több korszakról kellene egyszerre beszélni, de most nem bonyolodom ebbe bele. Annak ellenére mondom azt, hogy nem önök tették tönkre, hogy 1990 és 94 és 98 között, tehát 94 és 98 között az egészségügyi pénztárból lényegében az akkori politika eredményeképpen kivontak a szakértők számítása szerint mintegy 1043 milliárd forintot. És az kétségkívül hiányzik, de nem merném azt állítani, hogy
ha ezt az összeget most egyszerre visszatennénk, akkor megoldódnának a problémák. Tehát azt szeretném mondani, hogy az egészségügy az egy régóta nehéz helyzetben lévő ágazat. Mindegyik kormány próbált valamit tenni. Az én dolgom valóban az, hogy inkább csak felmondjam önnek, mert ebben az 50%-ban úgy tűnik nem értünk egyet, hogy mit próbáltunk tenni. Hát először is megpróbálkoztunk azzal, hogy eldöntsük azt a nagyon nehéz vitát, aminek most a szakmai részleteibe talán nem érdemes belemennünk, hogy honnan kell kezdeni az egészségügy megjavítását, a biztosítási oldal átalakításától-e, vagy pedig az egészségügyi ellátórendszer átalakításától. Nem akarom eltitkolni, hogy erről komoly viták voltak a kormányon belül, sőt, még azt is elmondom, hogy 1998-ban a választások előtt azt gondoltuk, hogy talán inkább a biztosítási oldalról kellene kezdeni, de aztán fél esztendő nagyon emberpróbáló szakmai vitái után be kellett látni, hogy az valószínűleg katasztrofális következményekkel járna, ezért inkább lássunk hozzá az ellátórendszer átalakításához. És hát alulról próbáltuk. Lehet, hogy fölülről is lehet kezdeni, alulról próbáltuk. És először a házi orvosok körében próbáltunk a korábbinál kedvezőbb rendszert kialakítani. Ezért a házi orvosi praxis, mint bizonyára emlékszik rá, azt immáron mondjuk úgy privatizáltuk, tehát az orvosok kezébe adtuk. Megpróbálkoztunk azzal, hogy néhány olyan kezelést, amely 1994 és 98 között, hát engedje meg, hogy azt mondjam, hogy szerintem rövidlátó módon, ha erős a kifejezés, akkor kérem, nézze ezt el nekem, a térítés kötelezetté tettek, tehát mondjuk a fog kezelések ugye az kétségkívül ilyen volt, ugye a bokros csomag eredményeképpen többé nem lehetett ingyen fogmegtartó kezeléseket kérni. Én örülök annak, hogy 98 után sikerült a régi rendszert visszaállítani, ami azt jelenti, hogy ma már lehet fogmegtartó kezeléseket is a társadalombiztosításból finanszírozni. Ezt én fontos ügynek látom, mert azt mondják a szakértők, hogy 11 millió fogkezelés maradt el Magyarországon. Ha ide most azt behoznánk, nem tudom, mennyi hely maradna. 11 millió fog. Én örülök annak, hogy nem képletesen, csak a valóságban hagytuk ott a fogunkat a bokros csomag ezen döntésen. És az adatokat is csak azért idéztem meg, hogy nehogy véletlenül bárki azt hihesse, hogy miután csak egyetlen ellátási formáról van szó, ezt szabad alábecsülni. Utána megalkottuk a kórháztörvényt, amely nehéz politikai és szakmai viták tüzében született meg a parlamentben, de végül is megszületett, és ha jól látom, akkor most már ennek a lehetőségével próbálnak élni az orvosok Magyarországon. És végül, ami nagyon hiányzott szerintem korábbról, megalkottunk egy népegészségügyi programot, aminek az a célja és értelme, hogy megpróbáljuk hozzásegíteni Magyarország polgárait ahhoz, hogy hosszabb életet tervezhessenek maguknak, mint amilyet ezek nélkül a programok nélkül tervezhetnének. Ezek meg is indultak, és amennyire ezt föl tudom mérni, az emberek kedvelik őket, támaszkodnak rá, szükségük van ezekre a programokra. No, hát ezek voltak a lehetőségeink, ezeket próbáltuk megvalósítani, és kétségkívül maradt még jó néhány tennivaló a következő négy esztendőre is. Szeretném emlékeztetni miniszterelnök urat, hogy most az Orbán kormánynak a 4 évéről beszélgetünk. Én érdeklődéssel hallgatom. Érdeklődéssel hallgatom a történelmi áttekintését az elmúlt évekről, de azt gondolom, hogy most sajnos van egy tárgyunk, amiről beszélgetni kell,
és erről kell valamit mondani. Nos, nézzük a tényeket. Én ugye, tényleg, nagyon sok fele jártam az elmúlt hetekben, mint kint ön is egyébként. Voltam a Kazincbarcikai kórházban. Elképesztő, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Olyan vízcsövek vannak, amiken a lerakódáson éppen, hogy át tud szivárogni a víz. Katasztrofális állapotok vannak nagyon sok kórházban. Nagyon jelentős kórházakban, ahol nagyon komoly ellátást, nagyon jelentős kör ellátását kéne biztosítani. A rendelőkben nőttek a várakozási idők. Drágább a gyógyszer, a műtétekre várni kell. És sajnos nagyon sokszor azt mondják a betegnek, hogy ne haragudjon, de legyen szíves, hozza be a szokásos gyógyszerét, ami a normál ellátásához kell, mert nem tudjuk biztosítani azt, hogy meglegyen a gyógyszer. Az ápolói létszám 20%-kal csökkent. Ez azért borzasztó, mert ugye az orvos sem tudja igazán ellátni a tevékenységét akkor, ha nincs mellette ápoló. Aki maradt ápoló, annak viszont sokkal nehezebb a sorsa, hiszen egyik helyről másikra szaladgál. Tényleg csodálatos emberek ezek, azért ezt meg kell mondjam. A műszer beszerzés. Valószínűleg emlékszik rá, ha nem, akkor most én elmondom önnek. 22 milliárd forintról 7 milliárd forintra csökkent. Meg lehet-e magyarázni azt, hogy amikor elmondják azt, hogy milyen jó állapotban van a magyar gazdaság, és én osztom ezt, én örülök ennek, és tényleg így van. Talán van némi köze ennek ahhoz az előző 4 évhez is, de nem szeretném én is kezdeni az előző 4 évet, úgyhogy felejtsük el. Tehát a műszer beszerzés 22 milliárdról 7 milliárdra csökkent. A beruházás valójában, ha reál értéken nézem, vagyis változatlan áron nézem, 14%-kal csökkent az egészségügyben. Meg lehet ezt magyarázni valamivel? Egy ilyen helyzetben, amikor a gazdaság egyébként teljesítőképes, amikor a gazdaság tud teljesíteni. A bére az egészségügyben dolgozóknak igen alacsony. A gyógyszerkiadások, amik valójában ahhoz szükségesek, hogy egy ember valamilyen módon azért fent tudja tartani magát, és el tudja látni magát, hogyha beteg, az ez alatt a 4 év alatt több mint 30%-kal emelkedett. Miközben egyébként az infláció átlaga azért ennél alacsonyabb volt. Nem sokkal, de azért alacsonyabb volt. Szóval én úgy látom tehát, hogy megint ugyanabban a helyzetben vagyunk, hogy ön elmondja azt, hogy nagyon sok mindent tettek, én pedig kénytelen vagyok elmondani a tényeket. És ezek a tények azt mutatják, hogy nem sikerült. Szabad-e azt megkérdeznem, hogy mi nem sikerült? Tehát amiket én elmondtam, azok döntések, szerintem sikeresen végrehajtott intézkedések voltak, ezek szerintem sikerültek. Ha ön azt kéri számon az Orbán kormánytól, hogy az egészségügyet miért nem váltotta meg 4 esztendő alatt, mondjuk miért nem adta vissza az 1000 milliárd forintot, amit önök elvettek onnan, akkor azt mondom, igen, nem sikerült visszaadni. Ugyanakkor a beszélgetésnek érzem azt a... megengedi, vagy megbocsát nekem, ezért azt mondom, hogy talán filozófiai különbségét is, hogy amit éreztem az elmúlt 4 évben is, hogy szóval nem lehet csak a pillanatban, és csak a pillanatnak élni. Amikor ön azt mondja, hogy az Orbán kormány 4 évéről beszélgetünk, ami nem egy kellemetlen téma, akkor természetesen kérem, fogadja el, hogy mi nem úgy látjuk a világot talán, mint ahogyan ön ezt mondja nekünk, hogy hát ezt a 4 évet kell nézni. Mi úgy gondolkodunk, hogy hát valamihez mérnünk kell, hogy mire jutottunk. 2 dologhoz tudjuk mérni. Tudjuk mérni ahhoz, hogy honnan indultunk, mi volt előttünk, és tudjuk mérni ahhoz, hogy hova szeretnénk eljutni. Ezért az Orbán kormány működéséről valóban nem lehet csak úgy beszélgetni,
hogy 4 évről beszélünk, hiszen valamit folytattunk, ahol lehetett folytattuk, ahol lehetett megváltoztattuk, és nem egyszerűen csak volt 4 évünk, hanem volt a szemünk előtt egy kép arról, hogy milyen jövőt szeretnénk, és milyen jövőt tudunk elgondolni, mint megvalósíthatót Magyarország polgárai számára. És ez az a mérce, amivel érdemes mérni mindazt, amit csináltunk. Tehát én elfogadom, hogy sok minden nem tökéletes Magyarországon. Kazincbarcikai kórházban is bizonyára így van. Bár hozzáteszem, ha már Borsod megyei példát hozott, hogy én emlékszem, hogy a Szikszói kórházat önök be akarták zárni, és éppen a nővérek meg az orvosok élő lánca mentette meg a kórházat attól, hogy bezárják. Az a kórház azóta fejlesztési forrásokat kapott, és azt gondolom, hogy a körülményekhez képest jó állapotban van. Nos hát... De hát említhetnék más példákat is, nem régen éppen Gyulán voltunk, egy 5 milliárdos kórházberuházást adtunk át. No, de nem ez a dolognak a lényeg, hanem kérem, hogy a beszélgetés hátralévő részre is fogadja el tőlem azt, hogy nem tudunk csak ebben a pillanatban tapasztaltakról beszélni. Hát ugye egy pénzügyi mérleg is csak pillanatfelvétel. Önmagában nem nagyon érdekes, sokkal inkább érdekes, honnan jutottunk el oda, és onnan hova tudunk tovább lépni. Hát mi így gondolkodunk, ezért az mondatainkban és az érveléseinkben is majd ez vissza fog köszönni. Miniszterelnök úr, nézze el nekem azt, hogy nem ismertem ezt a gyulai átadást, nem tudom követni azt a sorozatot, amiben egyik átadás a másikat követi. És kihagy a memóriám néha. Pedig érdemes volna, ugyanis az ország ettől gyarapodik. Szerintem ez jó dolog. Hát persze lehet azt mondani, hogy miért a választások előtt adunk át valamit, és beszéljünk nem, erről. Nem is kell mondani. Én szívesen elbeszélgetek erről. Én azt gondolom, erről szívesen elbeszélgethetünk, de ha tetszik valakinek az időpont, hanem nem érdemes elvitatni azt a munkát, azt az erőfeszítést, ami nem a kormányé, hanem nagyon sok százezer magyar emberi, akik létrehozták ezeket a beruházásokat. Avatni az nem kormányzati ünnep, hanem az elvégzett munkának az elismerése. Hát azért én úgy láttam, hogy elég gyakran kormányzati ünnep, de nem baj, ezt én értem, megértem én ezt. Köszönöm. Ez rendben van. Tudja, én nekem egy bajom van. Az, hogy az idős beteg emberek számára nem igaz, amit ön elmondott. Az, hogy önöknek egy szép jövőképük van, és 2000 nem tudom én hányra meg fog oldódni egy csomó gond, ezt az emberek nem fogják, egy része nem fogja megélni. Itt valami egész másról van szó, mint amiről ön beszél. Nagyon jó, nagyon szép dolog az, amit ön mond, hogy legyen egy jövőkép. Oké. De mi lesz azokkal, akiknek ma nagyon súlyos gondjuk van, és mondjuk a műtéteket sorolják, elég nehéz lesz ezt az előző kormányra fogni, de lehet, hogy megpróbálkozik vele. Mi történik ezekkel? Ha az idős emberekről általában teszi fel a kérdését, akkor hadd mondjam azért azt, hogy idős, szerintem... Bocsánat, kérek, idős beteg emberek. Szerintem az idős emberek, sőt az idős beteg emberek sem a múlthoz tartoznak. Hát nekik is kínál majd valamit a jövő. És nagyon fontos, hogy nekik is meglegyen a helyük ebben a jövőben. Ez azt jelenti... Ezért én nem tartom szerencsésnek, hogy idős beteg embereket, azokat úgy emlegetünk, mint akik a múlthoz tartoznak, és őket már a jövő tervei nem érintik. Mondok önnek egy másik példát, avatós lesz ez is. Avatós lesz ez is, és hát ismét borsodi példa, mert hát ön Kazincbarcikát említette, hát ön is ismeri Encset és környékét, amely nem a legszerencsésebb vidéke Magyarországnak. Reméljük, hogy az lesz, ez is a jövőhöz tartozik. De ott például egy olyan 101 néhány férőhelyes, idős beteg embereket ellátó központot sikerült létrehozni. Hozzáteszem, nem kizárólag a kormány beruházásának eredményeképpen. Nekünk is volt hozzá közünk, de a megyei önkormányzatnak talán még több, és a helyi önkormányzat, ahol egyébként úgy tudom, hogy talán inkább önökkel szimpatizáló polgármester van, szerintem nagyon helyesen ingyen ajánlott elket egy ilyen beruházás, és összefogás eredményeképpen
egy olyan színvonalú létesítmény jött létre, amit szeretnénk még nagyon sok helyen fölépíteni az országban. Encs, és ez a beruházás most van. Tehát nem hiszem, hogy helyes volna talán azt mondani a jelenlegi kormányról, hogy a jövő miatt elhanyagolja a mai idős embereket, vagy akár a mai idős beteg embereket. Hát én sajnos mégis azt érzem, hogy valójában amit mond, az a jövőre lehet, hogy valami megoldáshoz, de megérik-e ezek a beteg emberek azt? Ez egy kérdés. Mert hiszen, hogyha az egészségügy ilyen állapotban van, és ennyire nehezen tudja ellátni a feladatát, és ennyire nehezen ismerik fel a egymást váltogató egészségügyminiszterek, hogy valamit csinálni kellene, akkor lehet, hogy nem érik meg. Ez nem játék, mert nagyon komoly dolog. Itt most el lehet szórakozni, el lehet beszélgetni arról, hogy ki avat, meg mit avat, meg hogy avat. Jó, rendben van. Véresen komoly emberi életekről van szó, és én ezt nagyon komolyan mondom. Igen, de ugye az úgy van, hogy önök beszélnek arról, hogy ki avat, mi arról beszélünk, hogy ki épít és mit épít, de mindegy, ezt most tegyük ismét zárójelbe, mert nem az avatás a lényeg, hanem hogy megvalósult valami. És gondolom ön se kezdeni azzal a munkáját, hogy azt mondja az Encsi otthonra csak azért, mert néhány nappal ezelőtt avatták föl, hogy nincsen rá szükség. Tehát inkább lássuk meg benne azt, amit érdemes meglátnunk. Én azt tudom mondani önnek, hogy a kórház törvény az megszületett, ha nehéz viták után is, szerintem magában hordozza az esélyt arra. Én nem mondom, hogy egy törvény önmagában megoldja a problémákat. Megoldja az esélyt arra, hogy mindazok a negatív jelenségek, amelyekkel úgy látom az utóbbi hetekben ön is szembesült Magyarországon, ezekre valóban valamilyen választ tudjunk adni. Tehát én azt tudom mondani önnek, hogy talán egyezünk abban, hogy a kórháztörvényt érdemes jól végrehajtani, és a tapasztalatok fényében ott, ahol szükséges, további döntéseket hozni. Csak egy mondatot arra, hogy az a kormány, amelyik az elődjének a kötelezettségeit nem folytatta, az nem a következő kormány lesz. Ha én szabad-e megkérdezem, mire gondol? Szabad-e megkérdezem, hogy mire gondol az elnök úr? Nagyon szívesen, van egy listám. Metró. Nemzeti Színház. Az előbb gratulálsz hozzá. Ó, hát ez teljesen rendben van. Ahhoz azért kellett még egy lyukat ásni. De mondjuk folytathatom mással is, mondjuk a repülőtérrel kapcsolatos megállapodások és egyebek. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy a következő kormány, miniszterelnök úr, olyan kormány lesz minden bizonnyal, amelyik az elődje törvényesen vállalt kötelezettségeit teljesíteni fogja. Ez is egy járható út. Nekem nem tisztem, hogy tanácsokat adjak, de azért van egy ötletem, hogy fontoljon meg azért. A törvényesen kötött megállapodásokat érdemes betartani. Törvénytelenül kötött megállapodásokat, különösen ha rossz a tartalmuk, nem érdemes betartani. Ilyenkor még az is jobb, ha az ember bíróságra megy, és ne adj Isten, a bíróság igazat ad neki. De ami ennél fontosabb az, hogy törvényesen vállalt kötelezettségeket sem jó szerintem automatikusan betartani akkor, hogyha azok a kötelezettségek egyébként hátrányosak Magyarország polgárai számára, akkor meg kell próbálni módosítani azokat a törvényesen létrejött megállapodásokat, amelyek hátrányosak a magyar polgárok számára. Én tudok is mondani önnek ilyet, és talán ez egy
érdekes példa lehet. 4 éve birkózom valamivel, amit nem tudtam ez idáig, nem tudott a kormány ez idáig, mondjuk úgy, hogy megoldani. Előző időszakban kötött törvényes, jól körülbástyázott törvényes szerződésről lévén szó. Ugye ez az M5-ös autópálya, aminek a díja az olyan magas, hogy messze meghaladja az összes többi autópálya használati díját. Én tudom, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy persze minden a régmúltban gyökeredzik, és igaz, de újabb és újabb rossz szerződéseket kötni csak azért, mert már egy szerződés létrejött, mint hogy ebben az esetben történt 96-ban és 97-ben is, szerintem nem bölcs dolog. Inkább azért kellene ilyenkor küzdeni, az ember megváltoztassa, lehet, hogy nem sikerül. Még ez a küzdelem sem dőlt el, tehát mi próbáljuk újra tárgyalni ezt a szerződést. 4 év óta még nem sikerült, de érdemes szerintem. Tehát én nem gondolom, hogy az lenne a helyes gondolkodásmód egy új kormány esetében, hogyha minden régi, törvényesen vállalt kötelezettségen automatikusan eleget tenne. Inkább ott, ahol nem értünk egyet egy-egy döntéssel, én így voltam ezzel, meg kell próbálni újra tárgyalni. Értünk el egyébként eredményeket ebben az ügyben. Mondok önnek egy példát, ilyen volt, a nagy küzdelem volt, az M1-es autópálya története, ami ugye szintén ugyanolyan árfekvést szabott a polgárok számára, mint amit az M5-ös. 680 ezer forintba kerül egyébként az M5-ösön, ha valaki minden nap fel akar jönni egy éven keresztül onnan, még az általunk kialakított rendszerben pedig, ha ugyanezt mondjuk Győrből teszi Budapestre és nem Kecskemétről, akkor 21 néhány ezer forintot fizet. Nagy különbség. Ugyanez volt az M1-essel, nehéz küzdelem volt. Nemzetközi pénzügyi intézetek, külföldi befektetők és beruházók, de elértük azt, amit akartunk, és ma azt tudom mondani önnek, hogy az M1-es autópálya egész hosszabb be van bomba, sikerült azt bevonnunk ebbe a rendszerbe. Tehát én azt hiszem, hogy a vita szándéka nélkül mondom csak inkább, hogy nem kell mindig mindenbe belenyugodni. A világ azért nem csak a körülmények kényszerítő hatalmából épül föl, azért az emberi akaratnak is van ottan helye, és hinnünk kell abban, hogy legalább 50%-ig emberi akaratból épül föl, sőt, ha elhisszük, hogy akár ez lehet 75% is, akkor biztosan előbbre jutunk, mintha csak belenyugodnánk. Én közben figyelek arra, hogy melyikőjük mennyit beszél, és tisztán felhívni a figyelmét arra, hogy lényegesen kevesebbet beszélt eddig. Csak szólok, ez nem baj persze, csak tudjuk róla. Én mindig mondtam, ez volt a magyarázata is annak, hogy elvállaltam ezt a vitát, hogy szeretnék alkalmat adni a miniszterelnök úrnak, hogy megmagyarázza, hogy mi történt az elmúlt 4 évben. Itt az alkalom. De hadd mondjam, hogy azzal a felhatalmazással, amit most nekem adott a miniszterelnök úr, én nem fogok élni. Már úgy értem, hogy olyan felhatalmazást adott, hogy nyugodtan vizsgáljuk felül az önök által kötött szerződéseket, mert ha azok egyébként nem észszerűek, akkor nyugodtan változtassuk meg. Én nem akarok ezzel élni, én azt gondolom, hogy mi egy jogállamban élünk. Erre talán nem kell emlékeztessem, hiszen ön jogász, bár nem sokáig gyakorolt a tevékenységet, de azért jogász. És hadd mondjam, hogy a jogbiztonság nekem, mint közgazdásznak is, sokkal fontosabb, mint az, hogy egy-két szerződést azért változtassuk meg, hogy nekünk legyen igazunk. Én azt... Úgyhogy én nem fogok élni ezzel a felhatalmazással, nem gondolom, hogy helyes volna. De lehet, hogy itt van egy félreértés a jogállammal kapcsolatban. Legalábbis az ön szavaiból úgy tűnt nekem. A jogállamiság nem azt jelenti, hogy amit megkötöttek szerződést törvényesen,
azt a törvény által szintén szabályozott módon ne lehetne egyébként módosítani. Erről szól a jog, ha szabad egyáltalán azok után, amit mondott nekem jogi kérdések van állásfoglalom. Megvan annak a módja, megvan annak a törvényes módja, nem könnyű megtalálni azt az ösvényt, de meg lehet találni, érdemes keresni. Én elmondom, hogy mi az ösvény. Az ösvény az az, hogy a másik oldalt is meg kell hallgatni, és meg kell egyezni vele. És én azt tapasztalom, hogy ez nem így működött az elmúlt néhány évben. Nem így működött, mert bizony szerződéseket módosítottak úgy, hogy a másik oldal nem ment bele. Ez például a Ferihegyi repülőtér használatának a kérdése. De részben ilyesmi volt a metró kérdése is, miniszterelnök úr, mert az Európai Befektetési Bank a magyar újságokból tudta meg, hogy nem lesz metróépítés. Márpedig, ha van egy megegyezés, akkor azt illik mondjuk előre azért közölni a partnerrel, hogy én ezt a megegyezést nem akarom betartani. De mindegy, nem akarok én ebbe belemenni, mert biztosan ön a jogban nagyon jártas, tehát nem... Mint kiderült, nem, de azért... Azért nem mindenért ön tehet, én ezt nem mondom. Köszönöm szépen. De a Ferihegy ügyében nem... Csak hogy nehogy félreértés legyen, az előbb említett ügyek egy részében nem szerződésmódosításról volt szó, és miután komoly nemzeti érdekekről van szó, és külföldieket is érint, ez fontos elmondani. Ha megengedik, most közbeszólnék, ugyanis a vitának több mint fele eltelt, és az első pontnál vagyunk, ami megint csak nem baj, hiszen érdekes volt, amit hallottunk. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az, amin az új kormány megalakulása után feltétlenül változtatni kell és azonnal, és mi az, amin semmiképpen nem szabad változtatni? Melyik ő kezdi? Mondjam én? Hát én nagyon... Az igazság az, hogy éppen kezdhetném én is, csak nem érzem magam találva a kérdés által, mert nekem nincsen szándékom új kormányt alakítani, tehát ezért valószínűleg inkább a... Csak azt tudnám elmondani, hogy mit szeretnénk folytatni, és mit szeretnénk talán jobban, de ugyanazon az ösvényen haladva véghez vinni. Én erről tudnék beszélni. Szerintem nem is lesz alkalom új kormányt alakítani, miniszterelnök. Azért a jogász megint csak hadd szóljon belőlem, én megértem az ön álláspontját, de jogilag ez úgy van, hogy ezt vasárnap fogják eldönteni a polgárok. Én is ebbe bízom. Ha gondolják, akkor kezdem én ezt a témát, nagyon szívesen elmondom. Hiszen nyilván az én véleményem az, hogy másként kéne néhány dolgot csinálni. Kezdjük talán ott, hogy azokat a lehetőségeket, amiket kínál a magyar gazdaság fejlődése, azokat a lehetőségeket szerintem sokkal jobban ki lehetne használni. Hadd mondjak néhány példát. Magyar mezőgazdaság helyzete. Ez a magyar mezőgazdaság, ez sokkal jobb sorsa érdemes, mint amit önök szántak neki, vagy akaratlanul került ide, nem tudom. De végül is a magyar mezőgazdaság jobb sorsa érdemes. 90-ben
nagyobb volt a magyar mezőgazdaság teljesítménye, mint ma. Van-e még ilyen ágazata a magyar nemzetgazdaságnak, mint a mezőgazdaság? Szerintem nincsen. De abban egyetértünk, hogy ma nagyobb, mint az önök 4 éve alatt összességében volt. Csak nem, kérdezem, hogy egyetértünk-e. Nem, sajnos ebben nem tudunk egyetérteni. A kérdés nagyon jó, de nem tudunk egyetérteni. Sajnos még 2001-ben is a 98-as szint körül van a magyar mezőgazdaság teljesítménye. 2001-ben is. Pedig az egy viszonylag jó év. Hogy számolja az elnök úr, ha szabad megkérdezni ezt? Hát most ebben nem szeretném beavatni itt részleteiben. Kár. De kár. Van egy nagyon egyszerű módszer. Meg kéne nézni a statisztikákat. De ha azt mondja a miniszterelnök úr, hogy meg van elégedve a mezőgazdaság teljesítményével, akkor én nem folytatom tovább ezt a témát. Tehát akkor innentől kezdve rendben a dolog. Mátyi elnök úr, nem ez a vita közöttünk. Én megint csak azt akarom mondani önnek, hogy természetesen vannak nehéz kérdések és problémák a mezőgazdaságban, de nézze, a magyar mezőgazdaság az egyetlen olyan a volt szovjet övezethez tartozott közép-európai országok között, még mindig, amely képes arra, csak a magyar mezőgazdaság, képes arra, hogy mintegy 500 milliárdnyi euró többletet érjen el az Európai Unióval való kereskedelem. Ez óriási teljesítmény. Nem kéne lebecsülni az ott dolgozóknak az eredményt. Azt gondolom, hogy ez nekik köszönhető. A magyar mezőgazdaság komoly teljesítményt mutatott fel 98-ban is, 99-ben is, de 2000-ben és 2001-ben pedig aztán végképpen csak emlékeztetném arra, hogy 2001-ben 100 milliárdnyi forintért vásároltak a mezőgazdaságban dolgozók gépeket, és ez a kormány egyébként 21 néhány milliárd forintnyi támogatást adott. Ezek nem a reménytelenségnek a jelei, amikor gépet vásárolnak. Ma, ha ön elmegy vidékre és földet szeretne vásárolni, hát nem lesz, aki földet ad el, mert bízik benne, hogy a föld az jövőt is jelent. Tehát elfogadom én a problémákat, csak nem szeretem, amikor valahogy úgy írja le a helyzetet, hogy mint hogyha a mezőgazdaságban dolgozók és az ott élők nem tettek volna meg mindent, és egyébként a helyzetük, ha mindaz folytatódik, ami most előttünk van, kilátástalan. Hát éppen fordítva látom, bizakodó embereket látok. Ön említette azt, hogy 3-5 ezer ember lehet majd családi vállalkozó. Tudja ön, hogy hány családi vállalkozó jelentkezett be eddig és kapta meg az igazolványt? Néhány száz, azt hiszem. 10 000. Még azt is szeretném elmondani, hogy maga a mezőgazdasági miniszter adta át a 10 000-et, az elsőt pedig magamnak, kétségem, az elsőt nem pedig kétségem, nekem hogy... adatot meg, hogy megtehessem. Miniszterelnök úr, akkor hadd emlékeztessem arra, hogy amit az előbb mondott, hogy mennyi volt a többlet teljesítménye exportban a magyar mezőgazdaságnak. Ez abban a nagyon jó évben, amit említett, épp a fele annak, mint amennyi a mi időnkben volt. De most már ne is foglalkozunk vele, nem érdemes. Ez sajnos tény megint, de hát tények azok, ahogy egy klasszikus szoktam mondani, makas dolgok. Viszont hadd mondjam, hogy én nem a mezőgazdaságban dolgozók munkáját becsülöm le. Én sajnos az önökét. Ugyanis nekem az fáj, hogy a többlet erőfeszítés ellenére a mezőgazdaságban dolgozók nem jutnak egyről a kettőre. Nekem ez fáj. Tehát én nem arról beszélek, hogy ők nem sokat dolgoznak, ők nagyon is sokat dolgoznak. De hogyha a kukorica és a búza felvásárlási ára ma nagyjából annyi, mint amennyi ezelőtt 3-4-5 évvel volt. Nagyjából. Ha a sertés hús felvásárlási ára állandóan ingadozik, és ezáltal nem teremt biztonságot.
akkor tényleg hiába erőködnek azok az emberek, szegények, akik meg szeretnének élni a földből? Elnök úr, a búza és a kukorica fölvásárlási árát ön szerint ma mi határozza meg Magyarországon? Hát két dolog határozza meg. Nem, egy dolog, a tőzsde. Nem. A váru tőzsde. A mi problémánk, amely szerintem nem különbözött egyébként lényegében az önök problémájától, éppen az a mezőgazdasági termékek esetében, különösen a kukoricánál, meg a búzánál, ahol ráadásul nemzetközi tőzsdék vannak chicagói árfolyamokkal. A probléma itt éppen az, hogy mikor szabad engedni, hogy ezek a piaci logikák érvényesüljenek, és mikor kell az államnak beavatkoznia, és kikötnie garantált felvásárlási árat, vagy akár az észszerűnél egyébként a tőzsdén elérhető árnál magasabb felvásárlási árat kínálni. Ez a mezőgazdaság egyik nagyon nehéz kérdése. Én tudom, hogy önök is birkóztak ezzel, mi is. Azt sem állítom, hogy mindig jó válaszokat találtunk. Bár ön azt mondta, hogy lebecsüli a munkánkat, én némi méltányosságot szeretnék kérni például abban az esetben, amikor legutóbb a kukorica ügyében beavatkoztunk, és a piaci ár fölé adtuk a garantált akkor árat. Akkor mégse a határozza meg a kukorica árat? Miután beavatkoztunk... Miután beavatkoztunk, ez sikerrel jár, de remélem ön elfogadja tőlem azt, hogy a mezőgazdaság esetében nem lenne szerencsés, hogyha függetlenítve magunkat a világgazdaság egyébként változó tőzsdei viszonyaitól egy államilag garantált részletekig regulált árrendszert építenénk ki. Ez csak azért sem volna szerencsés, mert megakadályozná az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat, mert egy teljesen más rendszerben történik a mezőgazdaság. Tehát én elfogadom, hogy jó lenne az államnak szinte éjjel-nappal beavatkozni és magas felvásárlási árakat előírni, de csínyán kell ezzel bánni. Ezért érezhette talán úgy, hogy többször kellett volna beavatkoznunk. De jobb nem én érzem így, hanem azt hiszem azok az emberek érzik így, akik falun élnek, de ez most egy második kérdés. Az első kérdés valójában az, semmi másra nem akartam utalni, miniszterelnök úr, mint hogy a világon nagyon jól működnek az intervenciós rendszerek. Ahol beavatkoznak, ahol befolyásolják az árakat, ahol úgy alakítják, hogy mondjuk egy reális megélhetési lehetőség legyen a mezőgazdaságból. Én semmi más nem mondtam, csak azt, hogy ezt kellene talán csinálni. Meg talán még egyet, és erre mondhatja azt, hogy ezt az előző kormány sem csinálta meg, és akkor igaza lesz, hogy a keleti piacokat vissza kéne szerezni. Ugyanis a keleti piacok elvesztése igen nagy veszteséggel járt a magyar nemzetgazdaság részére, és különösen abban a térségben, keleti, délkeleti, részben északkeleti térségben, ahol erre épültek föl a magyar mezőgazdasági üzemek, a paraszti gazdaságok, ott bizony ezeknek az elvesztése az nagyon nagy kárral járt. Tehát ezt mindannyian tudjuk, hogy ez így van. Hálás szívvel megköszönöm, hogy a felelősséget ezért nem hárította ránk. Én csak azt mondtam, hogy önök nem tették meg, mint ahogy egyébként sajnos az elődeik sem tették meg a szükséges lépéseket. Ma este már ezzel is nagyon elégedett vagyok, miután megmondta, hogy lebecsüli a munkánkat, úgyhogy el kell fogadjam ezt is dicséretet. Nem, én csak, bocsánatot kérek, akkor hadd mondjam. Én csak azért mondtam ezt, mert úgy gondolom, hogy azzal a populista szándékkal, hogy az emberek munkáját becsülöm le, szerettem volna valamit szembeállítani. Ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy én még nagyon mélyen tisztelem azokat az embereket, akik nagyon sokat dolgoznak. És egy kormánynak a megítélésénél pedig két dolog számít. Az egyik, hogy mit ígért, és a másik, hogy a lehetőségeivel hogy ért. Gondolkodom, hogy a mezőgazdaságot illetően nem érzi-e úgy, hogy amit vállaltunk, annak a nagy részét teljesítettük? Hát, ha ennyit tudtak vállalni. De... Hadd beszéljek inkább arról, hogy én mit gondolok, hogy mit kéne tenni.
Először is biztosítani kell azonos feltételeket a családi gazdaságoknak, az egyéni gazdaságoknak és a társas vállalkozásoknak. Nem kell egyiket sem preferálni, és én még azt se tartom nagyon jónak, hogyha valaki azt mondaná, ne talántán, hogy az Európai Unió főutcáján a családi gazdaságok mehetnek, a többiek pedig majd a mellékutcán. Nem hiszem, hogy ez jó. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga helye és szerepe, és ezeknek a megélhetési lehetőségét kell biztosítani. Nagyon eladósodottak a mezőgazdasági üzemek, ez pontosan tudja, 350 milliárd forintos adósságállománya van a mezőgazdasági üzemeknek. Így nem lehet kilábalni a bajból, ugyanis a nyomasztja őket az a helyzet, ami kialakult. Ezen én úgy gondolom, úgy lehet segíteni, ha azt mondjuk, hogy az állam átvállal bizonyos terheket az adósságokból, ha az üzemekkel meg lehet állapodni abban, hogy ők is mondjuk egy forintot kigazdálkodnak költséggazdálkodásban, és mellé tesznek egy forint adósság elengedést az állam részéről. Ez biztos, hogy valamit segít, mert egyszerre ösztönöz arra, hogy többet teljesítsen, és segíti azt is, hogy tényleg tudjon kilábalni a nehézségeiből. Biztos vagyok abban, hogy az a támogatási forma, amit önök elindítottak, ahogy az elején is mondtam, kedvező és jó. De úgy vélem, hogy szélesebb körben kellene ezt biztosítani, és nem kell feltétlenül arra késztetni a gazdaságokat, az egyéni gazdaságokat, hogy végigjárják azt a tortúrát, hogy őt családi gazdaságnak minősítsék, hanem meg kell adni ugyanazokat a kedvezményeket mondjuk a kistermelőknek is. Egyrészt azt, másrészt pedig valószínűleg annál valamivel többet ahhoz, hogy egy versenyhelyzet legyen az Európai Unióban. Ugyanis ma, legyünk őszinték, olyan a helyzet, hogy a magyar gazda, ha annyiba marad a Európai Uniós megállapodás, ahol most tart, akkor egynegyed annyi támogatást fog kapni, mint mondjuk a holland, vagy német, vagy francia gazda. És hát a versenyhelyzete ebből következően nem igazán azonos. Tehát én azt gondolom, hogy elő kell sajnos szedni újból az Európai Uniós megállapodásokat, végig kell gondolni, hogy mit, hogyan lehet úgy összekapcsolni, hogy tényleg szolgálja a magyar mezőgazdaság érdekét. Nagyon nagy szükség van arra, hogy egy kiszámítható feltételrendszer legyen a mezőgazdaságban. Én ezért feszegettem ezt az intervenciós rendszert, az agrárrendtartásnak a új rendjét, mert meg vagyok róla győződve, hogy míg egy állami költségvetés két évre igencsak nehezen tervezhető, ezt az önök gyakorlata sajnos eléggé bizonyítja, úgy az intervenciós rendszert a mezőgazdaságban, ami tudnék egy szabályrendszer, és nem fillérre mondja meg, hogy pontosan mennyi lesz, azt meg lehet előre hirdetni évekre. Szóval úgy hiszem tehát, hogy ezekkel a változásokkal lehet biztosítani azt, hogy tisztességesen meg lehessen élni a mezőgazdaság tevékenységéből, és most már csak egy mondatot fogok mondani. Ami pedig a földet illeti, ott meg úgy gondolom, hogy azt kell segíteni, hogy az embereknek, ha nem akarják és nem tudják megművelni a földecskéjüket, akkor adják inkább bérbe, és ne adják el. Ugyanis, ha eladják, ma irreálisan alacsonyak az árak. Ezt ön is tudja. Nem is adják el. Sajnos van, aki eladja, van, aki nem adja el. Én azt gondolom, hogy azzal lehet segíteni, ha azt mondjuk, hogy kérem szépen, adja nyugodtan bérbe, ha akarja, és kap egy adómentességet a bérbeadó. Ha legalább egy minimál időre bérbeadja. Na most ezzel azért egy olyan helyzetet tudunk teremteni, hogy a bérbeadónak van egyfajta jövedelme, ha az egy idősebb ember, akkor egy járadék jellegű jövedelme is. A másik oldalon pedig annak, aki meg használja, műveli a földet, annak pedig egy biztonsága van, hogy ő tud tovább menni. Ezt a biztonságot a földtörvény módosítás, amit önök a parlament elé terjesztettek, és a parlament elfogadta, ezt a biztonságot nagyon lecsökkentette. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon kerek elgondolás van a mezőgazdaságra, és ezeket tényleg meg kell csinálni, ha azt akarjuk, hogy azok az emberek, akik falun élnek, azoknak mondjuk valamivel, nem nagyon sokkal, de azért mégis valamivel jobb legyen az élet. Örülök, hogy...
Úgy látom, hogy fölbukkant a beszélgetésünkben néhány olyan pont, ahol közel vagyunk kis módosításokkal, azt gondolom ahhoz, hogy egyet tudjunk érteni. Ez a hosszabb távú kiszámítható agrárintervenciós politika például egy ilyen pont. A nagy kérdés az az, hogy szabad-e most egy ilyen hosszabb távú rendszert beindítanunk, vagy tekintettel arra, hogy ennek az évnek a végéig reményeink szerint le tudjuk zárni az Unióval a csatlakozási tárgyalásokat, és csak ekkor fogjuk megtudni az Uniótól, mennyi támogatást fognak kapni a magyar gazdák, illetve a magyar mezőgazdaság szereplői, ennek ismeretében alakítsuk-e ki ezt a rendszert. Hiszen nekünk majd igazodni kell az európai rendszerhez is. Tehát én azt gondolom, hogy egy hosszú távú rendszerre van szükség, de az nem lehet olyan, amely 2004-ben módosul csak azért, mert Magyarország az Európai Unióhoz elnyeri a teljes jogú tagságot. Ami a azonos föltételeket illeti a családi gazdák és a jogi személyiségű társaságok között, ha jól értettem, mintha ezt mondta volna társaság. Az elnök úr. Ott az azonos föltételekkel nem tudnék teljesen egyetérteni. Ma is a rendszer arra épül, hogy van különbségtétel. Több ponton is, de a legfontosabb különbségtétel az a föld szerzésének az ügye. Szerintem azt a szabályt, hogy Magyarországon csak magánszemélyeknek lehet földtulajdona, és társaságoknak nem, ezt a különbségtételt meg kéne tartani, és itt nem kellene azonos föltételt kínálni. Egyetértünk. Akkor most én jövök, ha egyetértenek. Ezért szólt ilyen ritkán. Igen. Egészen röviden, ugye a harmadik pont, amiről beszéltünk, ez az Unióhoz való csatlakozás kérdése. Ebben önök 100%-ig és teljesen egyetértenek? Azt gondolom, hogy a lényeget tekintve azt gondolom, hogy igen. Az Európai Uniós csatlakozás az országnak létfontosságú érdeke. Hozzáteszem, hogy persze a feltételek nem mindegy, hogy milyenek. Olyan feltételeket kell kiharcolni, és erre mondjuk a lengyel példa elég jó, mert a lengyelek elég jó feltételeket tudtak elérni a mezőgazdaságban. Miniszterelnök úr nem tud róla? Mire gondol, elnök úr? Arra, hogy a föld vásárlása kérdésében, míg nálunk a türelmi idő, amit önök megállapodtak a Európai Unióval, az 3 év a külföldiek számára, bizonyos feltételek mellett, addig a lengyel barátaink 12 évet tudtak elérni. Ez nagyon nagy különbség. De bocsánat, itt valami félreértés lehet, csak nehogy tévedésbe hagyjuk a tisztelt közönséget. Ugye Magyarországon a türelmi idő 7 esztendő, és bizonyos föltételek mellett lehet 3 év után földhöz jutni. Ez a mai jogszabályok között körülbelül 200-nyi külföldinek teszi lehetővé a földszerzést Magyarországon. Ott is a 300 hektáros felső határral beláthatja, hogy ez nem egy nagy terület. Ráadásul, és itt szeretném, hát nem kiigazítani, mert talán az nem tisztem, hanem inkább tisztázni, hogy Lengyelországban egy másik rendszer. A lengyelek nem arról alkuttak, mint mi. Lengyelországban nem tilos a külföldieknek földet szerezni, hanem ebben azt hiszem, hogy talán amit félreérthetett. Lengyelországban a külföldiek szerezhetnek termőföldet, egy engedélyezési eljáráson kell végigmenni, úgy, mint nálunk a lakóingatlan esetében, és ha a magyar példákat megnézi, hát nem állítom, hogy minden városban ez a gyakorlat, de azért Magyarország városainak nagy többségében a külföldiek lakóingatlan vásárlásához meglehetősen automatikusan megadják az engedélyt. Ezért én Magyarország esetében nem járnám azt az utat, amit ön tanácsol, hogy menjünk a lengyelek után, mert akkor Magyarországon a teljes tilalmat jelentő külföldi földvásárlás teljesen megtiltó rendszerről át kéne állnunk egy engedélyezési rendszerre, és én ezt az utat nem szívesen járnám. Ugyanakkor önnek abban igaza van, hogy azért keresni kell a lehetőségeket, de ne a lengyel irányba keressük a lehetőséget, ne engedélyezés, hanem továbbra is teljes tilalmi rendszer fenntartása érdekében. Miniszterek, legalább egyet fogadjon el, és akkor én kiegyezek önnel, hogy a 12 azért az több a 3-nál is, meg a 7-nél is. Igen.
Igen, de a kérdés nem így áll fönn, hanem úgy, hogy 12 mogyoró többen, mint 7 dinnye. Ez a nagy kérdés. És ha erre tudja a választ, akkor ki is egyezhetünk tényleg. Nagyon nehéz kérdés az. Ez jó, ez egy nagyon jó hasonlat volt, úgyhogy ezzel most akkor ne is foglalkozunk tovább. Visszatérve tehát a mezőgazdaságra, mert ott tartottunk. Szóval én azért azt gondolom, hogy lehet, örülök és köszönöm szépen, hogy egyetért azzal, amit mi a mezőgazdaságban elgondoltunk. Hát én úgy értelmeztem, azt mondta. Egy dolgot azért hadd tegyek hozzá, hogy én azt gondolom, hogy bátran lehet vállalkozni egy hosszabb távra meghatározott mezőgazdasági agrár, vagy agrárrendtartási rendszerrel, mert még mindig jobb, ha mondjuk 2-3 évig életben van valami, és utána az Európai Uniós csatlakozás után módosítunk rajta, mint sem, hogy egyik napról a másikra működik a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy ez jó. Egyet azonban kénytelen vagyok mégis megkérdezni, ne vegye rossz néven, hogy ha ezzel egyetért, akkor miért nem csináltak eddig? Bocsásson meg, nekem ne érezze tiszteletlenségnek, vagy túlságosan talminak a választ, amit adok. Nem volt mit folytatni. És kitalálni pedig meglehetősen bonyolult, de dolgozunk rajta, egyet is értünk rajta ezzel. Csak nem volt mit folytatni, tudja, amikor 98-ban hivatalba jött. Ez nem az ön területe, miniszterelnök úr. Hadd mondjam. 97-ben hozott az akkori parlament egy törvényt a mezőgazdaságról. Amit aláírtak, az a kerekasztalnak mindazon résztvevői, akik ott elvállalták azt, hogy ezt meg kell csinálni. A Fidesz képviselői is aláírták, szeretném mondani. Ha azt folytatták volna, akkor ma nem itt tartanának. Bocsánat, hogy ellenzéki összejövetelből. Bocsánat, hogy valami félreértés lehet. 97-ben az a kerekasztal, törvény volt, az a kerekasztal beszélgetés, amire ön utal. Aminek az eredménye egy törvény lett. Hát ami részben átment a törvénybe, részben nem. Az egy olyan kerekasztal volt, ahol az ellenzéki agrárpolitikát képviselők gyűltek össze. Hát önök akkor kormányoztak, tehát azt gondolom, hogy esetleg összekeveredik két dolog. Szóval csak ami részben átment a törvénybe... Ott voltam, azért én nyitottam meg a tanácskozás, bocsánatot kérek. Ráadásul még azt gondolom, az egyik találkozó, hogy az talán még éppen a Fidesz székházban is volt, ha jól emlékszem vissza erre a képre. Ezt én nem tudom, de azért azt hadd mondjam, hogy ha azt, ami csak részben átment a törvényen, ha azt betartották volna, miniszterelnök úr, már az is nagyon jó lett volna. És melyik részét nem tartották volna? Pontos? Meg szerettem volna kérdezni, hogy melyik az a része, ami nem került megvalósításra, de egyetértek azzal, hogyha gondolják, akkor... Igen, én gondolom... Én szívesen válaszolom. Én szívesen meghallgatom. Kérem szépen, volt egy olyan szabály, amik azt mondta, hogy a nemzeti jövedelem növekedésével arányos növekedése kell legyen a mezőgazdasági támogatásoknak. Nem az intézményi támogatásoknak, a mezőgazdaság támogatásának. Ebből... A magyar mezőgazdaság vesztesége, miután ezt nem tartották be, ezt a szabályt, ez körülbelül 80 és 100 milliárd forint között becsülhető. Ez egy elég jelentős pénz, mert ha ahhoz képest mérem, hogy a mezőgazdaság teljes jövedelem szintje
ez alatt van. Volt olyan év, amikor tört részese volt, mondjuk 99-ben vagy 2000-ben, akkor azért ez egy nagy veszteség a mezőgazdaságnak. Ezt be kellett volna tartani. Úgy érzem, hogy... Érzem, hogy ismét talán összekeveredik valami, aminek nem kellene. Mert a hosszú távú intervenciós rendtartás, meg a mezőgazdaságok adandó költségvetési támogatás az egyik alma a másik körte, bár mind a kettő gyümölcs. Nem jó őket összekeverni, és mint hogyha ez történt volna. Ugyanis a hosszú távú agrárintervenció dolgát és rendtartás dolgát nem oldja meg a költségvetési támogatás nemzeti össztermékben való meghatározottsága. Egyéb iránt, ami a tényeket illetén kellő udvariassággal alakérném önt, hogy még egyszer nézze meg azokat a számokat, amelyeket az előbb említett. És nem mondom, hogy nem talál igazat az állítása mögé, de csak fele részben talál igazat, mert a dolog az úgy fest, hogy például a két éves költségvetés esetében azt tudjuk mondani, hogy a kettő éves költségvetés első évében ez a szabály, vagy ez az arány nem teljesült, a másodikban viszont olyan magasan teljesült, hogy az előző évit is fölhozta erre a szintre. Hogy mondjak egy példát, önnek csak 2001-ben emlékeim szerint 50 milliárd forinttal növeltük a mezőgazdasági támogatás mértékét, tehát a törvényi előírást mondjuk úgy egy ciklusra vagy egy egész költségvetésre nézvést teljesítettük, tehát azt gondolom, hogy talán ez az igazság másik, vagy az érem másik oldala, amit talán érdemes elmondanunk azoknak, akik figyelnek. A megállapodás értelmében a zárszó következik, és nagyon érdekelt volna, hogy az önök véleménye szerint mi a 2002-es választás tétje, de biztos vagyok benne, hogy ebben a zárszóban benne lesz. Meg fogjuk tudni a véleményüket, nem az, hogy önöknek, hanem hogy az országnak. A megállapodás értelmében Orbán Viktor kezdi. Most a 3 percet nézni fogom, természetesen nem fogunk 1-2 másodpercen vitatkozni, de ha esetleg túllépi, akkor szólni fogok. Megengedi, nem mondanék zárszót, hanem inkább csak elköszönnék mindenkitől, aki ma este itt együtt volt velünk. Szeretnék elköszönni a tévéképernyők előtt ülőktől is. Szeretnék jó éjszakát kívánni az egybegyűlteknek is, és hasonló jókat Megyesi Péter elnök úrnak is, akinek ismételten megköszönöm, hogy volt olyan kedves, és eljött arra a találkozóra, ahova kihívott engem. És szeretném arra kérni a magyar választópolgárokat, hogy érezzék át a döntés lehetőségének felelősségét vasárnap. Én mindenkinek szeretném megköszönni, aki az elmúlt 4 évben bármilyen formában is támogatott bennünket. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogyha levelet írt, ha telefonon fölhívott bennünket, ha csak az utcán megveregette a vállamot és azt mondta, hogy jó van fiam, csak így tovább. A mindenkinek minden segítséget, amit az elmúlt 4 év sikeres munkájához adott, szeretnék megköszönni. Úgy gondolom, hogy nem voltak ezek könnyű esztendők. Most ma itt nem beszéltünk a természeti katasztrófákról, bereg újjáépítéséről, világgazdasági válságokról. Szóval nem voltak ezek könnyű esztendők, de úgy érzem, hogy talán szép esztendők voltak. Talán az emberek is úgy érzik, a magyar választópolgárok is, hogy 5-ről 6-ra sikerült jutniuk. De bízom benne, hogy azt talán érzik, és bizonyosan érzik, hogy az ország abba az irányba mozdult, amilyen irányba ők is a saját életüket talán igazítani szeretnék. A legutóbbi választásokon 43% a választópolgároknak, az pedig azt jelenti, ugye, hogy 100-ból 43 ember nem ment el választani, ami azt tolmácsolta, hogy nem tartotta fontosnak, vagy elég fontosnak, hogy részt vegyen a közös jövőnket meghatározó, talán legfontosabb döntés meghozatalában. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, így ennek a vitának a keretében is, hogy érezze meg azt, hogy a modern világban a választás az maga a mi saját személyes szabadságunk. És a szabadsággal igaz, hogy mindent le lehet rombolni, de bármit fel lehet építeni. Ezért arra kérem Magyarország polgárait, hogy akarjanak építeni, menjenek el választani, és pártállása volt tekintet nélkül érezzék úgy, hogy egy voksnyi felelősséget érdemes vállalni mindannyiunk közös jövőjért. Köszönöm szépen, hogy itt eljöttek.
Megyesi Péter. Miniszterelnök úr, én is köszönöm, hogy eljött. Úgy látszik, hogy nálunk minden második sikerül. Én nem adhatom meg azt az előnyt önnek, hogy mint ön ne tartsak valamifajta zárszót. Ezért hadd mondjam el azt, hogy én mit szeretnék mondani. Nos, ugye arról szeretnék szólni, hogy én milyen Magyarországot szeretnék, ami mindannyiunké. Egy olyan országot szeretnék, ahol az emberek békében élnek egymással. Nincs árokásás, mindenki foglalkozik a dolgával, mert azt tapasztaltam, hogy ez az igény az embereknek, a béke. Szeretnék egy olyan országot, ahol a többségnek is jól megy a sorsa. Ahol megoldódnak olyan gondok, amikről itt ma este olyan sokat beszéltünk. És azt szeretném, hogyha Magyarország a következő ciklusban úgy válna az Európai Unió részévé, hogy tényleg nem csak megőrzi, hanem erősíti önazonosságát, a magyarságát, hogy az az aport, amit mi beviszünk az Európai Unióba, az az emberi tudás, lelemény, magyar lelemény, tudás, képesség, az igazán jól tudna hasznosulni, amit nem csak a Nobel-díjasaink képviselnek, hanem mindenki, aki most a képernyő másik oldalán ül. És azt szeretném, hogyha az a másik nagy értékünk, amit be tudunk vinni az Európai Unióba, a magyar emberek képessége, hogy ezt a magyar mezőgazdaságot és földet jól hasznosítsák, ami szintén a másik nagy értékünk, hogy az igazán hozna valamit az embereknek. Én egy ilyen Magyarországot szeretnék, és azt szeretném, hogyha a választók, amikor majd dönteni fognak, akkor ezeket mérlegelnek. Köszönöm szépen. Átmelegedett a hátam.